Sziasztok! Ez egy beszélgetős videó lesz, ugyanis már elég régóta terveztem, hogy ezt elkészítsem, viszont mindig vagy nem volt kedvem, vagy elfelejtettem, vagy csak időm nem volt, úgyhogy gondoltam, hogy most akkor leülök, és átbeszéljük a következő témákat, amiket ugye a címben is láthattatok. Most az érettségiről, a továbbtanulásról, meg egyéb ilyen tanulós tippekről lesz szó, ugyanis én idén érettségizem, amiről már nem tudom, elég sok videóban vagy blogbejegyzésben írtunk, szóval szerintem nem annyira új számotokra, hogy 17 éves vagyok, és hát idén nekem érettségi. Panninak jövőre lesz érettségie, de csak azért, mert ő nulladikba ment, tehát igazából a kettőnk közül ő az idősebb, úgyhogy itt egy kicsit megfordult a szerep, de annyi a lényeg, hogy igen, én állok az érettségi előtt, és akkor arra gondoltam, hogy most így kicsit beszélgessünk. Akit ez a téma annyira nem érdekel, annak nem kell megnézni ezt a videót, az nyugodtan lépjen ki. Aki pedig kíváncsi arra például, hogy én hol akarok tovább tanulni, meg ilyesmi, akkor az nézze végig a videót. Arra gondoltam, hogy három nagyobb csoportba osztanám ezt a videót. Először beszélnék magáról az érettségiről, hogy én hogy állok hozzá, hogyan tanulok, stb. Aztán pár tanulási tippről, amik nekem beváltak, és amiket tudok ajánlani nektek is. És a harmadik pedig akkor a jövőképem, hogy hova jelentkeztem, mi szeretnék lenni, stb. Úgyhogy kezdjük is akkor az érettségivel. Hát én őszintén szólva most annyira nem vagyok ráparázva, meg én alapból nem vagyok az az izgulós típus, úgyhogy tudom, hogy majdnem az érettségi napjáig nem fogok emiatt félni, vagy ettől félni, hanem majd ott helyben, amikor kiosztják előttem a lapokat. De amúgy már nagyon benne vagyok a tanulásban, igazából január óta, tehát januárban kezdtünk el ugye az osztályban mindenki nekiállni a dolgoknak, mert akkor döbbentünk rá, hogy már csak 4 hónap vagy 5 és érettségi, hát most meg már csak ugye 2. Nálam a tantárgyak úgy néznek ki, hogy ugye a matek, töri, magyar az kötelező, úgyhogy azokban nyilván érettségizem, ezekből mint középszinten. Kellett egy választott nyelv, nekem ez a német, és abból fogok emeltezni. És kellett még egy plusz tantárgy, ami nekem a spanyol, mert azt tanulom, az úgy megyeket, úgyhogy nekem az a spanyol lesz, és mindegyikre készülgetek itthon, úgyhogy nyomtatgatom ugye a netről a feladatokat, és akkor azt oldom, és hát ugye az idei év abban más, hogy korábban, hogyha hazaérsz a suliból, akkor tök jó, nem kell holnapra tanulni semmit, akkor nézel valami filmet. Most ilyen nincsen, mert hogyha nem kell holnapra tanulni, akkor egyből jön az, hogy végre van időm készülni az érettségire. Úgyhogy kicsit az idei beosztás az más tanulás terén, de amúgy én azt hittem, hogy durvább lesz, eddig nem annyira para, tehát tudok például videózni, és pont ezt is akarom majd mondani a videóban, hogy nem lesz olyan, hogy eltűnök 2 hónapra, mert azért erre van idő. És ugyanúgy van néha időm eljárni moziba. A bulik azok most eléggé kiestek, mert ugye azok a másnapot is elveszik, hogy tök fáradt az ember, de amúgy tényleg van azért szociális életem, úgyhogy szerencsére nem az van, hogy be vagyok zárva egy szobába és tanulok 0-24. És ezt így elégnek is érzem. Úgyhogy szerintem tartani is fogom magam ehhez, hogy tanulok amennyit most tanulok. Sokan mondják ismerőseim, akik már leérettségiztek, hogy a 12. év az a legjobb, és hogy mennyire fogod szeretni, meg mennyi jó emlék gyűlik össze, és látok benne igazságot, tényleg tök jó volt a szalagavató, meg lesz majd ballagás, meg egy csomó minden jó dolog igen történt, de én nem ezt érzem a legjobbnak, főleg azért, mert nincsen más témánk, csak az érettségi. De tényleg bemegyek, és minden nap a suliban, mindegyik barátnőmmel, mindegyik ismerősömmel csak erről beszélünk, és hogyha valami ismerős jön hozzánk, megkérdezi, hogy és nem osztál az érettségire, és mikor hazaérek, akkor is erről beszélünk, és mindig ez a téma. Úgyhogy ez a része eléggé szörnyű, mert tényleg ez kimeríthetetlen, mindig számolgatjuk, hogy lesz meg annyi pontunk, amennyi kell, és hogy még mit lehetne többet tanulni, meg változtatni, meg hogy most neked hogy ment a próba érettségi, meg ilyenek, szóval az a baj, hogy ez teljesen tényleg minden teredet kiveszi, hogy mondjam, szóval, hogy mindig ezen jár az agyad, és mindig ezen kaptogsz. Nekem mondjuk ez eléggé durván jön ki rajtam, mert nem vagyok az a stresszerős típus, ahogy mondtam, tehát nincs olyan, hogy nem tudom, nekiállok sírni, mert nem tudok eleget tanulni, szóval igen, nem vagyok se a stresszelős, se a sírós típus, én nem szoktam ezeken így kiakadni, de az a baj, hogy egyszerűen olyan ilyen tanulási kényszerem van, hogyha csak úgy eszem, mondjuk ebédet itthon, akkor muszáj, hogy levigyek valamit magam mellé, hogy tanuljam, mert rosszul érzem magam, hogy miért csak eszem és miért nem tanulok. De erre már mondtak barátnőim is, meg én is érzem magam, hogy ez nem normális, úgyhogy egy kicsit majd megpróbálom visszafogni magam, de eléggé rajtam van azért így a nyomás, még ha nem is érződik így kívülről, azért megvan. Ja, és akkor a videók terén pedig tőlem most
ebben a két hónapban, tehát úgy május-júniusig olyan videók fognak inkább érkezni, amik ilyen beszélgetősek. Úgyhogy remélem, hogy tetszik nektek a hangom, és nem unjátok meg a képemet most a következő hónapokban, mert nagyon ilyen DIY, meg sütögetős videókkal nem tudok nagyon szolgálni, ezek sokkal bonyolultabbak, és több idő megvágni, meg fölvenni. Viszont egy ilyenre szerintem bármelyik hétvégén lesz időm, hogy leülök, és egy negyed órát beszélek valamiről, és már ki is találtam egy csomó mindent, tök jó témát amúgy. Panitól meg majd meglátjuk, szerintem azért őre fognak, sőt én tudom, hogy Panitól jönnek majd azért komolyabb videók is, úgyhogy ennyi, de amúgy időm van rá szerencsére, úgyhogy szerintem ez így menni fog, és akkor térjünk át a tanulási tippek témára. Azok az idősebb ismerőseim, akik már leérettségiztek, mindig javasolják, hogy időben kezdj el tanulni, és tanulj rendesen, mert megbántam, hogy úgy elfecséreltem az időt. Van ilyen, hogy fecsérelni? Elpocsékoltam az időt. És nyilván ez olyan, hogy csak utólag jössz rá, hogy mennyit kellett volna még tanulni. Tehát szerintem pont ezért csak olyan tanácsokat tud megfogadni az ember, amiket önmaga tapasztal. És pont ezért én, amiket most elmondok, szerintem hát remélem, hogy lesz olyan, akinek ez hasznos lesz, de szerintem a legtöbbeteknek úgyis csak így rábólintotok, hogy jó, biztos, majd egyszer biztos beválik, és úgyis megtapasztaljátok magatoktól. De én három dolgot szedtem össze, amit idén látom, hogy nekem bevált, vagy hogy be kéne, hogy váljon. Az első az a telefon félrerakás. Ezt nem is magamon tapasztaltam, hanem a barátnőimben, akik erősek voltak, és egy csomó Snapchat, Instagram, meg mindenféle alkalmazást letöröltek, hogy azzal ne teljen az idő. És én ezekre nem vagyok képes, meg nagyon nem is akarom, mert van annyi akaraterőm, hogy amikor tanulok, vagy amikor hazaérek, akkor kicsit félrerakjam a terót, kikapcsoljam a netet, és akkor majd később használom. De erre tényleg nagyon fontos, hogy kitaláljatok valamit, akár érettség előtt álltok, akár valami fontos dolgozat előtt. Egyszerűen nem lehet úgy tanulni, hogy előttetek van a teró és folyton pittyeg, és akkor egyből oda nézel, hogy valamilyen üzenetet elolvassál. Aztán a másik tanács, amit már nem is a végzősöknek, hanem a fiatalabbaknak tudnék javasolni, az az, hogy válogassátok ki a tantárgyakat, amik fontosak. Egyszerűen, tehát az érettségére látjátok, hogy nem kell minden tantárgy, és így visszagondolom, hogy nem tudom, hogy miért hajtottam annyira kémiából mondjuk, meg fizikából, meg a föci is olyan volt, hogy ott sírtam, hogy most egyes lett a felelésem, akkor hogyan javítsam ki, és így utólag így kitértek el, már nem, tehát a jegyem se számít belőle, meg most az, hogy a 8. bizonyítványomban mondjuk volt egy 4-es, és az nem 5-ös volt, annyira mindegy. De közben annyi stresszelés folyt miatta, meg de lehet, hogy ilyen hülyeségek, mert stresszelés folyt, lehet, hogy ennek nincs értelme, na mindegy. Szóval, hogy nagyon stresszelős volt ez az időszak is, és annyi energia meg idő megy rá, hogy felesleges dolgokat megtanuljunk. Nyilván fociból oké, tanítok meg azt, hogy melyik országnak mi a fővárosa, ezek fontosak, de amikor már 11-esek vagytok például, akkor ugye át kell gondolni, hogy miből akarsz majd érettségizni, mi az, ami tényleg fontos, és akkor azokra a tantárgyakra feküdjetek rá, tényleg, azokat tanuljatok éjjel-nappal, de ami nem fontos, azokat megtegyétek félre. És végül a legnagyobb tanácsom, amit én magam fejlesztettem ki, ezt a technikát, jó, nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki ezt alkalmazza, de a síszünet, nem veszem az órámat, nagyon csoda. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a technikát alkalmazza, de úgymond nem hallottam és nem tanácsolta senki, hanem magamtól találtam ki. Mégpedig azt, hogy a síszünetben volt egy szabad hetem, amikor én itthon voltam, és nagyon nem mentem sem erre. És beosztottam a tantárgyakat, úgyhogy egy nap csak egyetlen egy tantárgyra tanulok. És ez az idei legjobb döntésem volt eddig tanulás terén, és ezt nagyon ajánlom nektek is, ugyanis be volt osztva, hogy hétfőn csak törizem. És akkor töri érettségit csináltam, ismételtem. Az agyam teljesen rá, hogy most töri. Következő napon csak németeztem, és akkor meg a német ment tök jól. És így, hogyha be van osztva, és nem az van, hogy is sorra veszed a tantárgyakat, és mindenből egy keveset, akkor tényleg sokkal hatékonyabb lesz az eltöltött idő, és meg lehet, hogy sokkal több megy bele az agyadba. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy a nyelveknél, hogyha több nyelvből érettségizel, vagy több nyelvet kell tanulnod, akkor azokat mindenképp szét kell szedni. Én ezt most látom magamban, nekem a spanyol és a német. Egyszerűen a kettő együtt nagyon nehezen megy. Úgyhogy még az érettségre az érdekes lesz, hogy hogyan fogom szétszedni a fejemben a kettő nyelvet, de ezekre is érdemes úgy tanulni, hogy nem egy nap két nyelvet, hanem akkor egyik nap most német, aztán majd a hét végén akkor majd spanyol,
vagy bármilyen másik nyelv, és így az agyad is jobban szét fogja tudni szedni. Szerintem tényleg érdemes kipróbálni, hogy összejön az, hogy szétszedjétek a tantárgyakat, nálunk legalábbis nagyon bevált. És akkor jön az utolsó, a harmadik témánk, hogy nekem hogyan szeretném, hogy kinézzen a jövőm. Én a Budapesti Gazdasági Egyetemre jelentkeztem turizmus vendéglátás szakra, ez az, ami nagyon-nagyon érdekel, ugyanis rendezvényszervező szeretnék lenni, és az úgy lehetek, hogyha ezen a szakon tanulok majd. Ugye turizmus vendéglátás, abban benne vannak az éttermi és a hotel szállodaiparnak a dolgai is, de ezek közül azt hiszem, hogy később kell majd szakosodni, vagy valami ilyesmi, nagyon nem vagyok benne még a dologban, de később választhatok, hogy a szálloda irányába megyek, vagy az étterem irányába. És én nálam a hotel egyáltalán nem játszik, nagyon nem szeretnék ezzel foglalkozni, úgyhogy az biztos, hogy kilőve, úgyhogy pont ezért az étterem még szóba jöhet, hogy egyszer mondjuk hitok egy éttermet, vagy valami kávézót, ezeket nagyon el tudom képzelni, de a legfőbb cél az a rendezvény szervezés, akár esküvők, vagy ilyen kulturális programok, vagy fesztiválok, vagy bármilyen dolgot, nagyon szeretek alapból így szervezni, meg mindenfélét csinálni mások helyett, úgyhogy ezen a téren nagyon el tudom magamat képzelni, úgyhogy oda az 500-ból 430 pont kell, ami ahogy számolgattam meg lesz, mert van egy csomó nyelvvizsgám, meg az érettségik is, ahogy számolgattam, meg lesz elvileg, de nem akarom elkiabálni, úgyhogy egy picit majd ne írjátok, hogy és akkor felvettek meg minden, mert hogyha felvesznek, akkor azt úgy is majd elmondom, de tök szellem, hogyha nem, úgyhogy nagyon remélem, és nem akarom így elkiabálni. Még turizmus vendéglátás van a Corvinuson is, oda is jelentkeztem, de a Gazdasági Egyetemnek a nyílt napja jobban tetszett, meg arról több jót hallottam, úgyhogy az lesz az első helyem. Én most egyelőre biztos, hogy Budapesten akarok maradni és tanulni, de el tudom képzelni, hogy mondjuk a mesterfokozatnak a felét, mondjuk egy évet vagy akár kettőt külföldön tanuljak valami szuper országban, mert hát utazni azt nagyon szeretek, és ezt úgy el tudom képzelni, de nem hosszú távon, szóval biztos, hogy itt Budapesten laknék, csak azt tudom elképzelni, hogy egy-két évet mondjuk külföldön tanuljak, úgyhogy még ki tudja, hogy lesz. Nagyjából én ennyit akartam elmondani ebben a videóban, remélem, hogy így most tisztább a kép rólam is, hogy mi van velem éppen, és hogy tudtam nektek segíteni ezekkel a tanácsokkal. Vagy ha van egyéb tanácsotok nekem, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentekbe, mert nagyon érdekel. Vagy hogyha van bármilyen tapasztalatotok, mert esetleg ti már érettségiztetek, akkor kérlek írjátok meg. És lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett az, hogy egy kicsit így lazább volt és beszélgettünk, és hogyha szeretnétek még ilyen beszélgetős videókat. Sziasztok!